Jó reggelt és heti Endre. Időjárásunk. Táborozós idő van, 21-26 fok várható sok napsütéssel, és bár időnként beborul az ég, de nem lesz eső. Témánk pedig az adatkereskedelem, a vonalban keleti Artúr, az informatikai biztonság napja alapítója, kibertitok jövő kutató. Jó reggelt, Artur! Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok! Szia, Artur! Szia, Artur! Hát, jó kis téma ez, kérem szépen. Hallani ezt, azt miként is szivárogtatunk magunkról akaratlanul és elképesztő mennyiségű adatot, aztán azt nagy gonosz cégek felhasználják jól, bestokiznak bennünket különféle fogyasztói fiókokba, de hát ennek a fele igaz, ugye Artur? De, de, sajnos a tízszerese igaz. Ne haragudjál. Nem, nem, tudok mást mondani, nem tudok mást mondani, mint ahogy egyébként mondjuk 45 50 éve ezelőtt azt gondoltuk, hogy 220 felett már elhagyjuk a valóságot, és minden megváltozik. Aha. Most már tudjuk, hogy nem így van. Hát ez a helyzet is romlott sokat, sajnos. Az a helyzet, hogy egy, egy olyan, szerintem nagyon izgalmas, de egyben félelmetes területre tévedünk most, ami ami, ami szerintem hátborzongató lesz a, a hallgatóknak is. Ez egy 200 milliárd dolláros terület. Ez egész egy felfoghatatlan szám, csak hogy így... Meg, meg tudjuk állapítani mm. nagyjából, hogy ez mennyit jelent. A nasa az éves költségvetése az ennek így, így a tizede. Tehát, oh. tehát gyakorlatilag mm -hmm. űrkutatni tizedennyi pénzből csinálja a világ. Na most ez, ez azt jelenti egyébként, ami amiről most itt beszélgetünk, hogy van a világon rengeteg cég, kb. 4000. Egy amerikai kutatásból egyszer nagyjából 100-200 cég jött ki, de csak egy államra, vagy csak egy, egy kisebb területre az USA-ban. 4000 cég foglalkozik ezzel a világon, és hát most az ember azt gondolná, hogy jó, hát tudnak rólam egy-két dolgot, nyilván, amikor bejelentkezek a Facebookra, vagy valami egyéb szolgáltatóhoz, akkor ott megadok egy-két információt, de képzeljétek el, hogy már pár évvel ezelőtt is három ezer különböző paramétert tudtak rólunk ezek a cégek, három ezeret. Három ami, ezer? Hár... De az többet, mint én, az, az az saját magamról nem, műről műről nem tudok ennyit. Ez, ez a lényeg. Megvan az a film, hogy hogy, hogy, hogy tudom, mit tettél tavaly nyáron. Igen. Na, hát Igen. ezek a cégek tényleg tudják, hogy mit csináltunk tavaly nyáron, és... És az egészben az a, az a, az a szórakoztató, hogy csak direkt, direkt adagolom nektek a számokat, ez 2017-ben volt. Egy évvel Aha. később ez a 3000 ez már tízezer paraméter volt, és egy év alatt 700 millióról, kb. két és fél milliárdra nőtt azoknak az embereknek a száma, akit profilozni tudnak, ez egyébként egy pár évvel ezelőtti adat. El tudjátok képzelni, hogy most mi lehet? Tehát most több tízezer ilyen paraméter létezik, de egy nyilván én akkor kíváncsi de mi ezekből, az a paraméter, Arthur Mi a... Mi az, hogy paraméter? Most Azt fordulok rá. Itt, itt a, a hud, hud, Hudákon, itt a Budapesti lakos. Most miért árultad el? A, a kilókat hagyjuk, meg a korcsot, szóval mi a, szóval a többi szóval? paraméter? Tehát mi, a... mi az, amit meg tudnak rólunk? Pillanat, nyitom, nyitom a listáját. <laughs> de csak vicceltem, nincs, nincs, ne, nekem nincs meg, nekem nincs meg. De mondom a -hmm. paramétert. Uh, nyilván az, Jó. hogy hány éves, uh, milyen nemű, uh, hol uh, végzett különböző iskolákat. Például az, hogy miket vásárolgatott, hány gyermeke van, például milyen, milyen vallási háttere van. Sőt, van egy úgynevezett asszimilációs szám is, hogy, hogy, mondjuk milyen közösségben él, hova illeszkedett be. Körülbelül 200 etnikai kód van, ami alapján belövik, hogy körülbelül milyen etnikumhoz tartozik az ember. Aztán az, hogy mivel foglalkozik, Mondjuk esetleg influencer, például, akkor nyilván értékesebb a, a, az adata, mondjuk például az online térben. Aztán, hogy hol uh -huh. lakik, milyen körülmények között lakik, mondjuk több családos otthonban lakik, esetleg állandóan változtatja a, 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 a hely, helyet, ahol lakik, vagy például ne adja Isten börtönben van, mert nyilván aki börtönben van, és ott időnként internetezget, annak mást kell adni mint aki, mint aki otthon, 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 lak, otthon hát, lakik lehet, a családjával. Hát mondjuk, ha mondjuk biciklit nehéz. Igen, te tehát... valóban, valóban. nyaralás. Így, pontosan, így van. Tehát... Egy, egy last minute repülőutat. Igen. Igen. De Artur, De... ezeket honnan tudják rólam? Na hát először is... árulom el magam? Kezdjük ott, hogy itt a cégek között azért nagyon nagy, nagyon komoly különbségek vannak. Tehát vannak olyan cégek, akik mondhatni kapásból tudnak rólad rengeteg mindent. Ezek Például a Facebook, a Google, az Amazon, azok uh -huh. közvetlenül kapják az információt. Akkor, amikor belépsz az oldalra, Regisztrálsz, azon elárulsz néhány dolgot, mert kénytelen vagy születési adatokat, Igen. mindenféle egyebeket, és utána folyamatosan gyártod magadról az adatokat. Amikor internetezgetsz, nézelődsz, ezt nézed, meg azt nézed, de mire kattintasz rá, hogy kattintasz rá, ez az egyik csoportja a dolgoknak. Ők, ők a, ennek az egész területnek az igazán nagyjai. Na de vannak olyanok is, akik kicsit szürkébb eminenciások és a háttérben vannak, ők talán még nagyobbak, mint ezek a szervezetek, ami adatokat az elején mondtam, azok ezektől a szervezetek származnak, ilyen például az Axiom nevezetű cég, aki Úgynevez, ő az igazi adatbróker, ő ugyanis nem csak ezekből az információkból táplálkozik, ami ezeknél a kereső óriásoknál valamilyen formában megtalálható, már amihez hozzáfér, hanem például 45-50 évnyi adatról, amit gyűjtött az elmúlt évben a különböző helyekről, mert azért az internet ugye hát nem olyan nagyon régen kezdődött, meg ezek a közösségi oldalak is, de azelőtt is volt már rengeteg információt összegyűjtöttünk. Na ezen kívül, uh -huh. ezen kívül, vannak még úgynevezett üzleti IT szolgáltatók. Ezek nagy üzleti IT cégek, akik szintén árulnak adatot. Most nem kezdem el felsorolni őket, mert Magyarországon is van jó néhány ilyen szervezet. És ér érdekes, érdekes, hogy a az ITBN, az Informatikai Biztonság napja, ami szeptember végén van, ott ezzel a témával szeretnénk foglalkozni. És meg kell mondjam nektek őszintén, hogy nem olyan egyszerű találni olyan embereket, akik erről a témáról nyilatkoznak. Aki erről nyilatkozni Bizony, mert ez egy, ez egy, ez egy a, nagy. Vigyázz magadra azért, légy szíves, nehogy egy ilyen informatikai kamion véletlenül látszhajtson a lábadon. Hát remélem, remélem, hogy nem. fog, Vagy esetleg megtudnak róla még 20 ezer adatot, és akkor valami történik velem. Én nem tudom, hogy mi lesz. Szóval a lényeg az, hogy körülbelül nagyjából én öt kategória van. Be, ezeket besorolják, és ezek között vannak olyanok, akik kifejezetten az adat összegyűjtését, osztályozását csinálják, vannak olyanok, akik a marketing adatokkal foglalkoznak, de például a Jó. esetleg az okay, Epsilonról is hallottatok már, vagy másokról. Igen? Csak, csak az, idő, az időn közben repül. Uh -huh. Azt árulod el nekem, Anitáról megtudják ezt a 3000 adatot. Hogyha uh -huh. 10.000-et, vagy 30.000-et, igen. Jó, de mit teszik, Mi kára származik ebből Anitának? Ja, nem biztos, hogy kára származik. Ugye azt nem mondtuk, hogy az adatbrókerség az csak rossz dolog lehet. Tehát vannak olyan cégek, akik aha. ezért fizetnek dollárokat, valaki, ezek az adatok nagyjából pár dollárt, esetleg valamikor 80-100 dollárt is érhetnek, attól függ, milyen értékes az adat, és utána, amikor. Nagyon értékes el... vagyok. Nagyon értékes vagy, és akkor neked eljuttatják <laughs> nagyon drágán azt az információt, amivel te vásárolni fogsz, vagy esetleg kötsz egy biztosítást, vagy valami egyebet. Tehát ez nem feltétlenül uh -huh. rossz. A, onnantól hát, kezdve. Vernek azért hát, szinten, de, vala... de, de segítenek elindulni egy úton, hogy mondjuk két termék közül melyiket válaszol, melyik jobb hát nekem az adataim a nagyon értékes adataim alapján. inkább ebbe a bótba. E, hát attól függ, attól függ, itt At van egy... Hogy ne? Ez egy kétélű fegyver. Nyilvánvalóan uh -huh. Az a része, ami, ami iránt igazán aggódunk, az az, hogyha olyan dolgokat raknak összerúlunk, amit mi nem szeretnénk, hogy megtudjanak, és esetleg ez nyilvánosságra kerül. Tehát nekünk, biztonsági szakértőknek arra kell vigyázni, az Európai Unióban a GDPR is erre próbál vigyázni, ami sokkal hatékonyabb ezen a téren, mint az amerikaiaknak a törvényei, hogy, hogy mondjuk ilyen adatot csak célhoz kötötten gyűjtsenek, azért lehessen látni, hogy hol vannak ezek az adatok, mennyi, és legyen rá hatásunk, hogy onnan mondjuk leradírozunk őket. Tehát ti azt mondjátok egy ilyen cégnek, hogy Európában, hangsúlyozom, hogy törölje az adatokat, mm -hmm. akkor fogja törölni. Tehát én azt mondom, hogy szerintem a jövő az nagyjából arról szól, hogy az emberek kénytelenek lesznek megszokni, hogy rengeteg ilyen adat képződik róluk. Nekem az a gyanúm, hogy a végé, ennek az lesz a vége, ha, jó, ennek nincs vége soha, de hogy a vége felé, hogyha haladunk, akkor az lesz, az lesz, hogy hogy lesz nekünk egy saját kis eszközünk, ami majd segít minket abban, hogy bizonyos dolgokat ne tudjanak meg rólunk. Például én is a böngészőmben használok már olyan ilyen kis plugineket, ilyen kis beépülő modulokat, amik megpróbálják korlátozni azt, hogy mit adok oda az adatomból a, a különböző cégeknek. Persze valamikor ezért nem tudok elolvasni egy oldalt. Tehát valamikor sérül az én érdekem is, hogy információhoz jussak. Tehát sajnos Aha. ez az adatkereskedelemben én is benne vagyok, én is állom magam tulajdonképpen ezt kell megszokni az embereknek, hogy itt mi, 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 ez, mi, a, mi, a, portéka, és mit adhat magáról el, és mit nem. Hűha. Jó, beszélgetünk mi még erről, Artur, mert pontottat ott, sosem lesz vége. Most már nagyon szépen köszönjük, most ezt itt egy kicsit leülepszik. Még jó? értékelem magam? Még, még értékelem magát. Szóljatok, ha kell valami adat, gyertek nyugodtan. Jó, jó, okay. jó, jó. hogy hívlak, Anitáról érdekelne. Köszönöm. Vagy Anita, te Köszönöm. is hívlak. Szia, szia, Artur. Sziasztok. Szia. szép napot, szia. Keleti Arturral beszélgettünk, kibeltitok jövőkutatóval. Hát bizony, szép új jövő, hogy szokták volt mondani.